Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Október első hetének kiemelkedő programja lesz rögtön az elején, 3-án, 4-én és 5-én hagyományosan a határon túli magyar irodalom napjai Székesfehérváron, a Vörös Marti Társaság rendezésében. Erről fogunk beszélgetni Lukácsi Józseffel, a Vörös Marti Társággal. Köszönöm a meghívást. Tisztelettel köszöntelek. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. A határon túli irodalomról esik szó, de nyilvánvaló a maga komplexitásában kell ezt az ügyet vizsgálni, és ez elengedhetetlen, hogy a határon túli magyarság helyzete miként kapcsolódik az irodalomhoz. És az a vitaindító, amellyel majd elkezdődik a vitaindítóddal, az előadás témája önmagáért beszél, állapotfelmérés a kárpát-medencei magyarság jelenlegi helyzetéről. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos az irodalom tükrében is, de úgy általában is. Itt van nekem sorban, hogy milyen tematika mentén épített fel az előadást. Ebből szemezgessünk a teljesség igénye nélkül. Az állami támogatások rendszere és struktúrája, ugye ezzel kezdődik, ez egy rendkívül fontos kérdéskör. A pénz okán egyik oldalról, a másik oldalán pedig, ha erről beszélünk, akkor azt is tudni véljük, hogy egy-egy állam miként támogatja a kisebbséget abban az országban, ahol letéteményese az irodalomnak. Hát az a helyzet, hogy az ezévi konferencia bizonyos értelemben rendhagyó, mert általában mindig egy témája szokott lenni. Most két téma lesz, az egyik a Kárpát-medencei magyar kortárs irodalom erotikus költészete, és a másik a magyar állam határon túli támogatásai, annak rendszere, szerkezete és struktúrája. Megbeszéltük Bobori Zoltán elnök úrral, hogy a második utóbbi témát illetően egy vitaindító előadást fogok szerkeszteni, elmondani, ami ugye tartalmazni fog egy európai és egy magyarországi helyzetképet. A határon túli magyarok, tehát Délvidék, Erdély, Kárpátalja és Felvidék jelenlegi politikai, társadalmi és kulturális helyzete, és fog tartalmazni még az állami támogatások illetően egy rövid történeti részt, tehát a magyar állam támogatásainak története a rendszerváltás kezdetétől, és az utolsó, tulajdonképpen a második rész a magyar állam mostani anyagi juttatásai, támogatásai, annak szerkezete, mértéke és mikéntje. Pontosan azért van erre szükség, mert ezek a támogatások nagyon fontosak, és azért is fontosak, mert a határon túli magyarság helyzete a Közép-Európának ezekben az államaiban, tehát Szlovákiában, Szerbiában, Romániában és Ukrajnában nem kielégítő, mert olyan alacsony a többségi nemzet támogatásainak a mértéke, hogy ez egyszerűen ezt nem tudják kompenzálni a magyar állami támogatások, nem is kompenzálhatják, de a támogatások nem is kerülnek éppen ezért egyensúlyban. Igen, nagyon fontos, amit mondtál, hiszen azért én személyesen is tapasztalom, illetve ha a híreket nézzük, akkor már is a vértolul az agyunkba, mondjuk ki, az ukrán helyzet kialakulása okán, hiszen ez egy óriási csapás, azt hiszem, a magyar kisebbségnek, Kárpátalján, de egyébként az összes többi államnak nem véletlenül ez a diplomáciai felfordulás, ami ezt kísérte, ezt a döntést. Tehát ilyen helyzetben az Kárpátalján élő magyar irodalom képviselői mit tehetnek? És mit tettünk mi itt az anyaországban? Hát azt szoktam mondani, hogy most már lassan Trianon óta, lassan 100 éve, miután a történelmi Magyarország feldarabolódott, a határon túli magyarok a jogfosztottság állandó állapotában vannak, és mindig a jogfosztottsággal kapcsolatosan valamilyen helyzet van. Amit az ottani írók tehetnek természetesen, hogy az ottani politikummal, politikai érdekképviselettel válvetve ezeket a dolgokat szóvá teszik, és ezen kialakult helyzeteknek a korrekcióját kérik.
a mindenkori magyar áramvezetés pedig egyébként az új alaptörvényben meghatározott módon is abban kell segítsen, hogy a bilaterális kapcsolatokban és a nemzetközi fórumokon, hogy ezek a kérdések megoldódjanak. A kárpát-aljai magyarságban pillanatnyilag a legnehezebb helyzetben, de ez valamilyen szempontból mindig is, a 90 óta ez így volt. Most ugye Ukrajna háborús helyzetben van, van egy erőteljesen nacionalista ukrán kormány, amely elsősorban az orosz népesség ellenében módosította a saját nyelvi és oktatási törvényét, de egy karap alatt elintézte a magyarságot is, azaz megszüntette a magyar nyelvet a középiskolákban, a gimnáziumokban, és az egyetemeken. És hát ez egy teljesen elfogadhatatlan helyzet. Nagyon örültem annak, hogy a magyar kormány, a külgazdaság és külügyminiszter udvariasan, de erélyesen felemelte a szavát, de egyébként a romániai iskola, Marosvásárhelyen kialakult iskola helyzet miatt is, mert az elmúlt években egy olyan magatartást fedeztem fel a nemzetpolitikát megtestesítő magyar politikusok részéről, amit nem tartottam és nem tartok helyén valónak, hogy mindig elhangzott, hogy megvan a kettős állampolgárság, mindenki, aki tudja, vegye fel a kettős állampolgárságot, megvannak az anyagi juttatások, a határokon túli magyarokat támogatják azokban a politikai ügyekben, és úgy támogatják annak megfelelően, amit ők akarnak, de évek óta, amikor valamilyen konkrét esemény volt, és az mindig a jogfosztás valamilyen formáját jelentette, explicit módon közvetlenül nem emelték fel a szavukat, mert az egész határon túli politika is sajnos kényszerből a mostani európai migrációs politikának alá van rendelve, és a magyar kormány nyilvánvalóan Magyarország érdekei alapján is óvakodik, óckodik attól, hogy a szomszédos országokkal konfliktusba kerüljön, mert akkor a V4-ekkel együtt kialakított migrációs politikának a sikere az sérülni látszik. Igen, egyetértek ebben, viszont egy dologban nyilvánvaló, hogy a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnáziumra utaltál, az ott kialakult problémára. Nemrégiben volt alkalmam beszélgetni Potápi Árpáddal a Kallós Zoli bácsi születésnapján. Igen. Válaszúton, és a segítségek mikéntjét kérdeztem tőle, és azt mondja, hogy a kormány mindent megtesz azért, egyébként Székelyföldön ebben nincsen hiba, abban egyetérthetünk, hogy ha valaki pályázik és értelmes, tehát tudatos pályázatot ír, akkor szinte biztos, hogy valamilyen formában megkapja a támogatást. Igen. Viszont nem inspirálják a pályáztatókat, mert mondja, hogy a pályázatok viszont egyre kevesebbek. Ennek mi lehet az oka? Hát ez most megfordulni látszik, mert a kezdetektől a pályázatoknak tulajdonképpen 4-5 kategóriája volt. Ugye a kulturális támogatásokról beszélek elsősorban, tehát oktatási, kulturális intézményi, műemlékvédelmi és örökségvédelmi támogatások voltak, és egészen 1990-ig 21 milliárd forintot osztottak el éveken keresztül a határon túli magyarok között, hogyha 20-at, ugye 21-et elosztjuk 4 felé, 5 felé, akkor az egy olyan 4,5-5 milliárd forint összeg jön ki, ami hát igen kevés dologra elég. Pályáztatás nem volt. 2010-től megváltozott az egész rendszer, sokkal nagyobb összegeket osztanak ki, tavaly 90, illetve 100 milliárd forint került kiosztásra, ez a 18 ezer milliárd magyar költségvetésnek egy ezrelőknyi része, azt jelenti, hogy minden befizetett 1000 forint adóból 5 forint, tehát ezt a részét is kell látni, hogy az összköltségvetést illetően azért ezek nem nagy összegek, de jelentős segítséget jelentenek
a határokon túliaknak. Tavaly előtt kiosztásra került a délvidékre 50 milliárd forint, aminek kétharmada pályázat, és megvan a pályázati lehetőség, segítséget is kapnak, és adott esetben kijelölik a helyi kivitelezőket is. Ez így van délvidéken, a maradék egyharmad pedig a délvidéki mezőgazdasági termelőknek. Tavaly kiosztásra került a kárpátaljai március 15-i ünnepségek kapcsán, ott jelentették be 30 milliárd forintot, aminek megint több mint 50%-a pályázati lehetőség, egyharmada pedig a kis- és középvállalkozóknak és az őstermelők számára tartottak fenn. Erdélyben a következő 10 évben 100 milliárd forintot fognak kiosztani. A román kormánynak, a mindenkori román kormánynak az az igénye, hogy ne nemzetiségre, hanem régiókra osszák el, és ennek a 100 milliárd forintnak majdnem kétharmada autópálya építésre utalódik át. Szlovákiában is készült a Felvidékre is egy ilyen lehetőség, viszont Bogár Béla, a Vegyes Szlovák-Magyar Híd Most pártnak a képviselője, aki úgy gondolta, hogy közvetett módon őt és az ő üzleti partnereit ebből kihagyják, meggyőzte Fico miniszterelnök urat, hogy ne fogadja el Szlovákia ebben a konstrukcióban a támogatást, és pillanatnyilag ez a folyamat megakadt, viszont Magyarország a szlovákiai, a felvidéki magyar kisebbségnek ugyanekkora összegeket utal át a Rákóczi Szövetségen keresztül, amit ezelőtt 30 évvel Hanzl József alapított meg, és ami a felvidéki magyar kisebbségnek tulajdonképpen a kulturális és oktatási életben tartását végzi. Nagyon fontos, amit mondtál, hiszen tusványosan az idei Orbán beszédben is a migrációs kérdéskör mellett ez került fókuszba. És ez így van rendjén, mert hogy ugye azért tapasztaljuk, hogy bármennyire is általában, tehát ez a számok nagyságrendileg rendben vannak, ugyanakkor, ha megérkeznek a vendégeink, bár ők az irodalom tükrében vizsgálják többnyire ezt a kérdéskört, azért, ha nem is ömlik a panasz szó belőlük, de azért van bőségesen hiányosság, amit rendbe kéne tenni. Ebben a tekintetben, amikor egy ilyen rendezvényen, egy ilyen fajsúlyos kérdés kerül szóba, miként lehet feldolgozni azt, amit hoznak nekünk Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből? Nehéz kérdés ez, mert a támogatásokról, akik adják, azok keveset beszélnek, azért meg mindig akadnak olyan úszítások, olyan vélemények, olyan elfelejtések, amelyek azt mondják, hogy hát az itteni állampolgárok rovására történnek ezek a kiutalások. Ott az előbb mondtam, hogy hát ez a 18 ezer milliárd forintos költségvetésnek igen-igen pici hányada. Az ottani írók, művészek, főleg a kulturális élet területén, ugye erről keveset beszélnek, mert személyesen hozzájuk a pénz nem ér el, elér a szerkesztőségükbe, a munkahelyükre, de ugye az emberek olyan úgy viselkednek, hogyha valamit nem konkrétan a zsebükbe kapnak, arról kevesebbet beszélnek, és ezt három nap alatt megszokjuk, és nem tudjuk igazán értékelni, azt nem beszélünk arról, amit a közösségünk kap, hiszen nagyon-nagyon fontos dolog. Ha valaki a Nemzeti Kulturális Alapnak a létére gondol, amely például a irodalmi kiadványokat támogatja, és mondjuk én annak idején Jankovics Marcellel, mikor ő ennek az elnöke volt, sokat találkoztam, és éreztem, hogy ezt mennyire fontosnak tartja, és mennyire gondja volt annak, hogy az összes irodalmi kiadványok határon belül mindenki, bármilyen oldalon és határon kívül is megkapja, akkor fogtam fel ennek a jelentőségét, és ma már nem tudunk kinyitni úgy egy folyóiratot a határon túl, mondjuk a Székelyföldöt, a Korunkat, a Várad vagy a Látó című folyóiratokat Erdélybe, az Opuszt Felvidéken, az Együttet mondjuk Kárpátalján, hogy ne legyen ott a magyar állam támogatása. Valamennyi könyvnél, az újraalapító vagy meglevő könyvadóknál ott van a magyar állami támogatás.
A Magyar Állam támogatja a színházakat, támogatja a különböző együtteseket, és azokat a nagy fesztiválokat, amelyek nem csak gasztronómiai célzattal szerveződnek, hanem amelyek komor kulturális rendezvényként működnek, és hagyományteremtő módon alapították már az elsőket is. Ilyen a Kolozsvári napok, a Marosvásárhelyi forgatak és a Sepsiszentgyörgyi Szentgyörgy napok, ahol a gasztronómia mellett színházi előadások, irodalmi estek, hangversenyek, nagyon komoly koncertek és képzőművészeti kiállítások vannak. Ezek nagyon fontosak, így van, és még ezt kiegészíteném, hiszen nemrégiben jártunk Csíkszeredán, és ott az RMDSZ képviselő, illetve a másik román-magyar párt, az Erdélyi Néppárt képviselő is megerősítették, hogy soha ennyi támogatást nem kaptak a kultúrára hangsúlyozottan, mert nyilvánvaló, hogy a csíki játékszínben az is egyfajta támogatás, ha megjelennek olyan magyar kortárs rendezők, illetve olyan darabok, amelyekre egyébként nem lenne mód ezeket bemutatni. De most térjünk vissza a határon túli találkozóra. Az idén is itt lesz hát a barátaink, a Színe Java, ugye vár, Ambrus Lajostól Tar Istvánig. Ők, amikor eljönnek, kendőzetlenül fogalmaznak, ezt megszokhattuk. Ők miként gondolkodnak most? Hiszen arról beszéltünk, hogy a személyeket ez kevéssé érinti, a támogatási rendszer, hanem a szerkesztőségekben, illetve egy-egy város kulturális életénél csapódik le. De miként gondolkodnak a mi barátaink? Fontos-e az? Fontos, és erről már tavaly beszélgettünk, tavaly előtt is beszélgettünk, mikor ezek a támogatások olyan célokra, olyan intézmények, olyan közösségi szervezések javára kerülnek átutalása, amit ők majdnem közvetlenül éreznek. Pontosan, amiről az előbb beszéltünk, az, hogy például ugye Tari István nagyon vehemens ember, nagyon keményen és nagyon erélyesen szokott fogalmazni, de még ő is ezekről a támogatásokról pozitív előjellel beszélt. Ambrus Lajos különösen, mikor ő az egyik erdélyi legkiválóbb irodalmi időszakű kiadványt, a Hazanézőt szerkeszti, hogy mikor háromszor annyi támogatást tud pályázaton elérni, és egy leegyszerűsített, hatékony pályázati módszerrel, ami most már ugye megkonosodott, akkor ez neki is óriási dolog, mert sokszor úgy voltak már, és úgy vannak még mindig helyenként szerkesztők, hogy az szerkesztői írói munkájuk helyett a különböző vállalkozásokat, vállalatokat, intézményeket kellett járják némi apanázsért, hogy legalább két havonta a lapokat tudják kiadni. Azt, hogy Csíkszeredában milyen komoly színházi élet van, az, hogy a Csíkszeredai Múzeum a legmagasabb európai akkreditációt kapta meg, és azok a kiállítások is adott esetben ott helyet kaptak, amelyek a legnemesebb budapesti múzeumokban és galériákban voltak, az is egy óriási dolog, egy kitűnő igazgató, nagyszerű szervező és szakember, művészettörténész vezeti a múzeumot, de ugyanezt elmondhatjuk Felvidékről is, hiszen sokan emlékezhetnek még, akik a Duna Televíziót nézik például, hogy ezelőtt 8-10 évvel majdnem megszűnt a Kassai Színház, és együtt kellett gyűjtenünk ahhoz, hogy megmentsük. Ma már nincs ilyesmiről szó, hanem ott is viszonylag konszolidált körülmények között magas szintű művészi tevékenység folyik, de újjáépítette a Magyar Állam segítségével, újjáépült a Szabadkai Színház is. Tehát ezeket az eseményeket az irodalomban, a kultúra területén dolgozó emberek is érzik, pozitívan beszélnek ezekről a változásokról a mi vendégeink is. Köszönöm szépen. Hát összegezve nyilván, hogy a törvényben meghatározott magyar rendszer ez működik. Nyilván van javítani való, de az a dolgunk, az a dolgotok, hogy ezen túllépjünk és segítsük határon túli honfitársainkat. Én most köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és természetesen a nézőknek is ígérem, hogy ott vagyunk mind három napon, és beszámolunk méltó módon a történetekről. Mi pedig, kedves nézőink, folytassuk a Paletta magazint, hiszen
nagyon-nagyon sok minden történt itt a környékünkön. A Szent László emlékév jegyében például, ennek keretében megnyílt Varsányi Katalin kiállítása a Szent István Művelődési Házban. A tárlaton a lovak király életének fő mozzanatait megörökítő tárgyakat láthat a közönség. Szent háromságnak igaz szolgája. A Szent István Művelődési Ház ismét egy különleges kiállítással köszöntötte a Szent László emlékévet. A tárlat bevezetőjéül Valkler Anna népdalénekes városunk művészeti vezetőjének tolmácsolásában az uralkodó emlékét őrző népi énekekből hallhattunk, majd Spányi Antal megyés püspök gondolatébresztő köszöntője teremtett ünnepi hangulatot. És így Sándor írja azt, hogy ezt az eszmét végül is a magyarság Szent Lászlóban találta meg, aki jámbor ember volt, de erős és kiváló, nagyszerű harcos és bátor hős, aki sohasem magáért a harcért harcolt, aki sohasem azért küzdött, de legyőzte le a másikat, hogy a maga nagyságát megmutassa, hanem azért, hogy ezt a népet az élet felé vezesse, hogy megmentse az elnyomottat, hogy a kicsik bártyát fogja. Benne megmutatkozott egy új eszménykép, a keresztény lovag eszményképe, amely már a magyar ember lelkét is képes volt megragadni. Így az a munka, ami Szent Istvánnal, Szent Gáliárdal, az első magyar szent családdal kezdődött, az valahol Szent Lászlóban teljesedik be, és a magyar lélek, amely megkereszteltetett Lászlóban, megkereszteltetett István által, Lászlónál lett egészen keresztényé. Nekünk fontos látni Szent Lászlónak ezt a példáját, aki jámbor és alázatos és keresztény és imádságos, aki mély bűnbánatot tart és bevallja leveleiben erről tanúságot tesz, hogy milyen nehéz a királyi hivatás, a királyi küldetés, mert úgy érzi, nem lehet a királyságot úgy teljesíteni, hogy közben az ember bele sodorod a nagy komoly bűnökbe, és ez mennyire fáj az ő lelkének. Ez a Szent László, ez szerette a magyart, ez küzdött a magyarért. Ez nem engedte sem a magyar földet, sem a magyar népet, sem a belünk együtt lakó szegény, a rabló lovag által elragadott Kunleányt sem, hanem meg akarta menteni, és őrizte és védte ezt a népet. Kell tanulnunk tőle eszményképet, hősiességet, kiállást, bátorságot, és ha figyelünk Szent Istvánra, az első magyar szent családra, figyelünk Lászlóra, és követjük elért hangját, akkor azt gondolom, nem csak a keresztény gyökerekbe erősödünk meg, nem csak egymásért fogunk tudni kiállni, és tudjuk, hogy mit kell védeni, és mi fordul a mi kiállásunkon, hanem akkor képesek leszünk arra, hogy így a jövőt is szolgáljuk. Szent László, aki az égben imádkozik, értünk nemzetünk sok-sok szentjével együtt, segítsen bennünket, hogy magyarságunk jelen harcait eredményesen tudjuk megvívni, nem is a jövő ellenért, mint inkább a jövőért, az eljövendő nemzedékekért. Varsányi Katalin gyógyszerész a közelmúltban a szolgáló szeretett védőszentje Szent Erzsébetre emlékező kiállítása után ezúttal az emlékév jegyében Szent László alakját idézte meg tárlatán. A kiállításon Szűz Mária választott vitéze címmel a lovak király legendáját ápoló nemzetek épített, festményeken, képeslapokon őrzött örökségét mutatta be. Remélem, hogy ezzel a tárlattal én is hozzá tudok járulni egy kicsit Szent László királyunk kultuszának továbbviteléhez, illetve egyáltalán ismertetéséhez, mert ha megnézzük itt az egyik tablón a korabeli Nagy Magyarország térképét, láthatjuk, hogy Horvátországnak, Szlavóniának, Lengyelországnak is szeretett királya, szentje volt, és így a keresztény Európában egy olyan bázist hozott létre, azáltal egyrészt amilyen ő volt, másrészt pedig a tetteivel megerősítette az egész magyar királyságot, a határokat, betelepített a gyepükre védő népeket, egyébként a legyőzött kunokat is inkább nem kasza volt alá, hanem inkább meghívta, hogy legyenek az országának védő emberei. Tehát egy olyan alkotással
Szentlászlóval állunk szembe, Szentlászló király tekintetében, hogy a horvátok és lengyelek is, és a magyar nyelvű területeken mindenki Szent királyának tekinti. Megjegyzem, hogy innen a kiállítás elkerül Zágrábba. Szent László alapította a zágrábi székesegyházat, úgyhogy a horvátok is megünneplik a Szent László évet. Jakubek Tiborné, a művelődési ház igazgatója köszönetét fejezte ki Varsányi Katalinnak azért az elkötelezett, mélységeket kutató tevékenységéért, amellyel időről időre segít a jelennek megőrizni és megismerni a magyar történelem korszakos alakjainak életét. A székesfehérvári horvát nemzetiségi önkormányzat nagyon fontos dolognak tartja, hogy úgymond ne csak a horvát nemzetiségi kultúrát tudja bemutatni, hanem azokat a közös kapcsolódási, akár történelmi, akár nemzeti kapcsolódási pontokat, amelyek mind a két országot, mind a két nemzet kultúráját összekötik. Szent László az Árpádházi szentek közül úgy gondolom, hogy méltán képviseli ezt a kapcsolódási pontot, hiszen tudjuk, hogy Zágrábban ő volt a zágrábi püspökségnek az alapítója, és rengeteg olyan értéket teremtett mind a két nép nemzet kultúrájában, amelyeknek mai napig is hálásak lehetünk. A kiállítás hétfőtől szombatig, október 7-ig várja a látogatókat a Szent István Művelődési Ház nyitvatartási idejében. Azt hiszem, hogy érdemes lesz megnézni ezt a kiállítást. Folytassuk reformációval. A reformáció 500 éve, az Örök Reformáció címmel Szánszalombatán rendeztek egy nemzetközi konferenciát. A programmal Luther Márton teológiának alapvetéseit tárgyalták a résztvevők. Örök Reformáció címmel rendezett nemzetközi tudományos konferenciát a Seje János Egyetem református teológiai kara és a Reformáció 500 Szászhalombattai Emlékbizottság Szászhalombattán. A rendezvény fővédnöke Balogh Zoltán az emberi erőforrások miniszterének üdvözletét Petrőczi Éva József Attila díjas költő, egyetemi tanár tolmácsolta, aki a Szászhalombattai találkozót a Szerecsen megtérésének történetéhez hasonlította. A legeslegfontosabb az, amely az apostolok cselekedetei alapján a Szerecsen komonyik megtérésének története, amely olyan, mintha biblikusan előre leképezte volna, mintha Isten már előre ideadta volna az emberiségnek a reformációt, mert ott annyi történik, hogy ez a komonyik, ne tévesszem meg senkit, ez egy magas méltóság volt, egy Kandaké nevű királyasszonynak a szolgája volt, aki Jeruzsálembe igyekezett volna, hogy megtérjen, de nem Jeruzsálemben, nem nagy helyen történt a megtérése, hanem egy mellékúton, a Gáza és Jeruzsálem közötti úton, egy szekéren találkozott Filip apostollal, Isten emberével, és ő maga is ott vált Isten embereinek egyikévé. Ez úgy jön ebbe a Szászhalombattai, hogy úgy mondjam, buliba, vagy kontextusba, vagy szövegösszefüggésbe, hogy mi is itt nem fővárosban vagyunk, még csak nem is Wittenbergben, a reformáció fővárosában, de egy ugyanúgy Wittenberg méretű kicsinyke magyar városban, erről is szó volt ebben a bizonyos üdvözletben, tehát amikor egy-egy jeles szellemi, lelki, történelmi eseményt ünneplünk, akkor nagyon-nagyon érdemes Magyarországon és a világ minden csücskében odafigyelni a mellékutakra, és nem szabad állandóan a nagyvárosokra, a metropolisokra, a hangos eseményekre koncentrálni. Hát én magam túlkorosként bár, de újra vándor deákká, vagy deáknővé változtam most a reformáció évében, mert innen oda, amonnan ide vándorlok az országban, sőt a határon túl is. Múlt héten például egy részben reformációs tematikájú, legalábbis mi ilyesmit adtunk elő. Nagyváradi konferencián vettem részt, de készülök még Sárospatakra is, és nagy öröm volt számomra, hogy szűk 3 héttel ezelőtt a Békési Református Gimnázium és Általános Iskola 900 diákjának, pontosabban 900 gimnazistának és felsősnek, és még ráadásként 300 kisdiáknak, tehát általános iskolásoknak két hangon, két regiszterben beszélhettem, részben szólóban, részben egy keresztény könyvműhely, a Katica könyvműhely segítségével a reformációról. Bernhard Kaiser, a Seje János Egyetem református teológiai karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Heidelbergi Egyetem református teológiai szemináriumának tanára előadásában Luther Márton teológiájának tanításának alappilléreit idézte meg. A reformátori teológia fényében lenni keresztény
jelent ma, mint a reformáció karban, az ugyanaz, hinni az evangéliumban, hinni Krisztusban. A hit alapul a bibliai ígéreteiben, hát ebből a keresztény hit él. Révai Attila, a házigazda Selye János Egyetem dékánja a reformáció kérdéseinek már a gyakorolt hatását elemezte gondolatébresztő előadásában. Érzésem szerint a reformáció napjainkbeli legfontosabb kérdése az az, hogy mennyire vagyunk hűek azokhoz a gondolatokhoz, és ahhoz az eszméhez magához, ahhoz a hitbeli eszméhez, amelyet Luther nem újjátett, hanem egyszerűen újra értelmezett. Mennyire találunk mi vissza a Szentíráshoz, és mennyire találunk vissza a Szentírásban azokhoz a kijelentésekhez, amelyek Isten igéje által az ember életének valamilyen fajta keretet adnak. A 21. század emberének ebben a felgyorsult és nagyon elvilágiasodott mindennapi közegben óhatatlanul szükséges az, hogy lásson kereteket, hogy lásson ismérveket, hogy lássa Isten igéjét, és lássa Isten igéjében azt, hogy mi a legfontosabb dolog. Az Isten tisztelete, szeretete, illetve a fele barát tisztelete és szeretete. De mindezek mellett ennek a megélése a mindennapokban. Ez talán a legfontosabb szempont, amely a reformáció napjainkbeli kérdéseire az ember által hétköznapi jelleggel választ tud adni. A tudományos konferencia a reformáció kérdésköreihez kapcsolódva foglalkozott az Európát ért új kihívásokkal, valamint az iszlám radikalizmus veszélyeivel is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!